Baleset, autó és traktor ütközött. Adventi naptár, kinyitották az első ablakot. Őszi színházi esték, vígjátékkal zárult a sorozat. Jó estét kívánok, ez az Orosházi Városi Televízió péntek esti híradója, december 1-én. Köszöntöm a kedves nézőket! Egy autó és egy traktor ütközött össze a Gyopárosi úton az Alföld Gyöngye Hotel bejáratánál november 28-án kora délután. Személyi sérülés nem történt, tudtuk meg a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől. A helyszínen és idejére teljes útzárat rendeltek el. A Szente Tornya felé haladók Rákóczi telepen át tudtak közlekedni. Új helyen, kényelmesebben. November 29-től az adóügyeket is az Orosházi Járási Hivatalban található kormányablakban intézhetik az ügyfelek. Orosház az első település Békés megyében, ahol Nemzeti Adó- és Vámhivatal ablak nyílt. Újabb ügyfél érkezik az orosházi kormányablakba. Az eddig megszokott ügyeken kívül november 29-től már az adóval kapcsolatos intéznivalóinkat is lebonyolíthatjuk az Orosházi Járási Hivatal épületében. Békés megyében elsőként Orosházán nyílt Nemzeti Adó- és Vámhivatal ablak, ezzel egyidejűleg a régi adóhivatali épületben megszűnt az ügyfelek fogadása. Az ünnepélyes átadón Simonka György mellett jelen volt dr. Takács Árpád, a Békés megyei kormányhivatal kormány megbízottja is. Beszédében kiemelte, megyei szinten is újdonságnak számít az állami szervek összefogása. Ma olyan dologról van szó, ami eddig még nem volt Békés megyében. Egy olyan újdonságról, amikor is két állami komoly szervezet összefogott, és a lakosság az ügyfelek érdekében egy új dolgot hozott létre. A Békés megyei adó és vámigazgatóság igazgatója Kovács Tamás elmondta, fontos, hogy mindenki egy helyen tudja intézni ügyeit. Ez azért nagyon fontos, mert egy állampolgár, aki bemegy a járási hivatal ügyfélszolgálatára, el kell, hogy tudja intézze nem csak a kormányhivatallal kapcsolatos kötelezettségeit, hanem az adóhivatallal kapcsolatos kötelezettségeit is. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy az állampolgárok egy helyen, egy közigazgatási szervezeten belül tudják intézni az adóügyeiket. Orosházán két ablakban várják az ügyfeleket, ahol bejelenthetik adataik változását, leadhatják különféle nyomtatványaikat, kérelmeiket, bevallásaikat. Békés megyében Szarvason, Mezőkovácsházán, Szeghalmon és Sarkadon, Gyulán, valamint Békésen nyílnak még NAV ablakok a közeljövőben. A Tótkomlósi Természetházában tartottak ülést a Délbékési Kistérség több célú társulása és az Orosházi Kistérség több célú társulása képviselői. A települések városvezetői és a Békés megyei közintézmények elnökei pályázatokról, orvosi ügyeletről és tartalékos hadsereg felállításáról értekeztek. A napirendi pontokban számos javaslat hangzott el a térség felzárkóztatására. Térségünk felzárkóztatásáról tárgyaltak Tótkomlóson a Délbékési Kistérség több célú társulás és az Orosházi Kistérség több célú társulás képviselői november 29-én. A 30 települést összefogó szövetség 5 napirendi pontot vitatott meg. Napirend előtt felszólalt dr. Takács Árpád. A kormány bízott a Békés megyei kormányhivatal hatékonyságáról és az ügyfélbarát szemlélet növeléséről beszélt. Zalai Mihály, a Békés megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy a terület és településfejlesztési program keretében 58 milliárd forintot határoltak le Békés megye részére. Az orosházi járás számára 4 milliárd forintos lehatárolásról döntött annak idején a Békés megyei önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy más járásból nem lehet erre a forrásra pályázni. Az orosházi járás az iparosodottsága miatt úgy ítéltük meg, hogy az itt felhasznált források hatékonyabban fognak hasznosulni. Egy befektetett forint több munkahelyet fog megtartani, bővíteni vagy újat létrehozni, mint más járásokban. A Délbékési Kistérség több célú társulás és az Orosházi Kistérség több célú társulás elnökei együttműködési megállapodást írtak alá egy közös ügyeleti rendszer létrehozására. Azonnal egy diszpécser központon keresztül át tudjuk irányítani a házi orvosi ügyeletünket a másik térségbe, vagy viszont segítségmegoldásra. Az ügyeleti rendszer már évek óta működik, ezt szerették volna kibővíteni a társulások. Tudtuk meg dr. Dankó Alpártól, a sürgősségi ügyelet vezetőjétől.
Jelen együttműködési megállapodás arról szól, hogyha bármi nemű váratlan szituáció, ami az ügyelet működésében fennakadásokat okozhatna áll elő, akkor a két kistérség egymás humán erőforrás és eszközparkját kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátva fenn tudja tartani az ügyelet működését úgy, hogy ebből az ügyeletre bemenő lakosok semmit észre ne vegyenek. A napirendi pontokat a megjelent városvezetők egyhangulag elfogadták. Ezután előadásokon ismerhették meg többek között a kalendulakártya koncepcióját és a helyi fejlesztési stratégia megvalósításának érdekében kiírt líder pályázatokat. Nagyon bízunk abban, hogy Orosháza, mint egy a legiparosodottabb települése talán egész Békés-megyének jó irányba megy, hogy Orosháza egy olyan innovációs parká, tudományos műhelyé, ipari területté válik, amelynek a kisugárzása az egész délbékési térségre hatással lesz. A délbékési kistérség társulás elnöke örömét fejezte ki a Dinnyés út megépítésével kapcsolatban, amely elmondása szerint térségünket fogja összekötni a világgal. Orosháza térségformáló szerepe a 21. században címmel tartottak szakmai konferenciát a Kodolányi János Főiskolán november 30-án. Egyebek mellett szó esett arról, segíthet-e a civilizációs problémákon a felsőoktatás, de a köznevelés hasznáról és a turizmusban jelentkező fogyasztói trendekről is meghallgathattak előadást az érdeklődők. Az Orosháza térségformáló szerepe a 21. században elnevezésű szakmai tanácskozást azzal a céllal szervezte meg a főiskola, hogy válaszokat keressen a város és térség előtt álló kihívásokra. Valamint, hogy ezek kezelésében miként lehetnek egymás hasznára az oktatási és közintézmények, illetve a civil és a vállalkozói szféra. Mint a Szlajti Tímea, a Petőfi Művelődési Központ ügyvezetője elmondta, mindannyian ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz, még akkor is, ha ez nem mindig nyilvánvaló. Elsősorban mi nagyon üdvözöljük a duális képzést, ami ebben az intézményben zajlik, hisz látjuk ennek minden előnyét. Még nem hivatalosan, de a főiskola hallgatói részt vesznek a rendezvényeiken, önkéntesként segítik a művelődési központ munkáját. Jó szakemberekre pedig nagy szükség van. Szabó Péter, a Kodolányi János főiskola rektora egyebek mellett erről beszélt előadásában. Civilizációs kihívásként említette, hogy mostanra teljesen átalakult a munkavilága. Nem elég jó szakembernek lenni, nem elég bizonyos szakmai tudást, hanem ott egy értelmiségi háttértudás kell, mert hogy nem nincsen, hogy megtanultam valamit, és akkor az egész életemben kitart. Ez már ismert volt egy 20-30 éve, és ott nem vesztük komolyan. Hozzátette, a munkahelyek sem életre szólnak, és a váltások tanulásra készítik az embereket. Egyrészt ebben, másrészt az európai értékek terjesztésében vállalhat szerepet a felső oktatás azzal, hogy felkészíti hallgatóit a globalizálódó kereskedelem és gazdaság működésére. A köznevelés szintén kihívások előtt áll, azonban súlyos töréspontok akadályozzák a rendszer megfelelő működését. Ez egy roppant nehéz feladat és komoly feladata a köznevelésnek. Ez több mint 50%-ban eldönti az iskola eredményességét, hogy milyen társadalmi családi környezetből jön, és több mint 40%-ban pedig az egyéni sikerességet. A leszakadó térségekben az iskolák a jó hozzáadott érték ellenére sem tudnak versenyképes ismereteket nyújtani. Ez pedig újra társadalmi problémákat szül, hiszen a munkaerőpiac erősen leértékeli azokat a kompetenciákat, amelyek nem versenyképesek. A digitalizáció nem tompította, hanem felerősítette a különbségeket. Bár vannak olyan ágazatok, amelyek profitálnak az informatika térhódításából. Itt elég, hogyha olyan egyszerű dolgokra gondolunk, hogy ma már elutazunk valahova, akkor nagyon sokan, egyre többen én úgy gondolom, hogy például megnézzük a szálloda honlapját, megnézzük a különböző szállásfoglaló portálokon az értékeléseket, hogy ki, aki ott járt már korábban, ő milyen véleménnyel volt a szálláshelyről, mit tud róla. Árpási Zoltán kiemelte, Orosházát egy alakuló arculattal rendelkező és a trendeket jól követő régiónak tartja. Pénteken kinyitották az első ablakot Orosháza adventi naptárján. A Móricz Zsigmond óvoda Katica csoportja örülhetett a benne rejlő meglepetésnek. Az adventi időszakban összesen 726 gyermek fog ajándékot kapni a főtéren. Így örült pénteken a Móricz Zsigmond óvoda Katica csoportja az ajándékoknak, amelyeket a Fidesz frakció, a Vasex Kft. És az orosházi Kiyokushin Karate Szabadidőkör ajánlott fel számukra. Rengeteg labdát kaptunk, úgyhogy az mindig fogyó eszköz, és a gyerekek imádnak labdázni, fotballozni, úgyhogy ez nagyon nagy öröm lesz nekik. Nagyon sok labdát kaptunk.
És mit fogsz vele csinálni? Játszani. Mit fogsz játszani vele? Labdázni, gurítani, torna közben. Örülsz neki? Nagyon. Sok felajánlótól kapott ajándékkal kedveskednek idén is az óvodásoknak, amit elrejtettek 24 kis ablak mögé. Minden nap kipattan egy meglepetést rejtő lakat a gyerekek nagy örömére. Mintegy 33 orosházi óvodai csoport izgulhat az elkövetkezendő napokban. 34 felajánlótól kaptunk 54 ajándékcsomagot az ovisok részére, és így mintegy 33 orosházi óvodás csoport fog kapni, közel 730 ajándékot szervezetünktől, illetve a közreműködő felektől. Az ajándékozás után a gyerekek kíváncsian hallgatták meg Bemapó meséjét, amit a főtéren álló meséskönyvből olvasott fel nekik óvónőjük. Még reppelni is okították a tanárokat szerdán délután a Vörösmarty Mihály általános iskolában. Az intézmény, mint minősített tehetséggondozó műhely tartott szakmai napot a meghívott pedagógusok számára. A pedagógusok szakmai fejlődését szolgáló rendezvényen Bagaméri Andrásné gyógypedagógus logopédus tartott előadást, amelynek keretében beszélt a kisgyermekkori kommunikációs problémákról, a beszélgetés hiány által okozott figyelmi, tanulási és önkifejezési nehézségekről, a jelenlevő pedagógusok aktív közreműködésével. Nincsenek a gyerekek ahhoz hozzászokva, hogy beszélgessenek a szülővel. Ezt látjátok szerintem, mert az elsősöknél ez annyira kijön, hogy ha ránézel, már mondja. A szakmai nap második részében Horváth Kristóf, színész, slammer tartott rendhagyó irodalom órát. Ha egy látássérült smasszer próbálja mezőgazdasági gépjárművet a helyre állítani, akkor lehet mondani, hogy vakrab tart, hogy traktor parkol. Ha ezek után a ragadozó dinoszauruszok elszabadulnak, akkor lehet mondani, hogy hat raklap, vad raptor trap. A népszerű művész már 10 éve foglalkozik a gyerekekkel, képességfejlesztéssel, drámapedagógiával. Ezúttal a pedagógusokat vitte el a beszéd, a ritmus, a verselés világába. Nem nagyon változtatok azon, amit gyerekekkel csinálnék különben. Szerintem egy csomó olyan dolog van, amit esetleg ők is tudnak majd alkalmazni, amik olyan egyszerű játékok, amihez nem kell feltétlenül művésznek vagy költőnek lenni, hanem ha egyszerűen csak betartjuk a játékszabályokat, akkor az már mindenkit szórakoztatni fog, megfejleszteni és egy kicsit lazább hangulatot teremteni. Mint a Slam Poetry országos bajnoka ízelítőt adott, hogyan lehet klasszikus verslábakat mai repszövegeken keresztül bemutatni. Végül a jelenlevő tanárokkal, tanárnőkkel együtt írtak verset. Az irodalom óra rendhagyó mi voltához nem férhetett kétség, mint ahogyan ahhoz sem, hogy a pedagógusok a mindennapokban is hasznos módszereket tanulhattak és mindkét előadásból épülhettek. A Kodolányi Szabad Egyetem őszi szemeszterének utolsó előadásán a vállalatvezetésről és költséghatékonyságról beszéltek a PC Trade Kft. Vezetői. A 21. század informatikai kihívásai is szóba kerültek november 23-án a Petőfi Művelődési Központban megrendezett eseményen. A Kodolányi Szabad Egyetem programsorozat utolsó állomásán a vállalatvezetésről és költséghatékonyságról tartott előadást Tóth Gábor, a PC Trade Systems ügyvezetője, és Szegvári Péter, a PC Trade Systems ügyvezető helyettese november 23-án. A békési gyökerű vállalkozók már a országos ügyfélkört építettek ki, elsősorban nagy vállalatok és közintézmények informatikai rendszerének fejlesztésével foglalkoznak. Békés megyében is számos partnerük van, közreműködnek többek között a Kalendula kártya kialakításában, valamint a Kodolányi János Főiskolán is tartanak órákat. Elég erős nekünk ide a kötődésünk. Nagyvállalati ügyfelek is vannak, hál' Istennek, a régióban állami intézmények is vannak, iskolák, oktatási intézmények, úgyhogy azt úgy gondolom, hogy nagyon széles a spektrum, ahol dolgozunk, nagyon sok felől jönnek az információk. A Petőfi Művelődési Központban megtartott előadáson Tóth Gábor elmondta, hogy a negyedik ipari forradalmat éljük a digitalizáció térnyerésével. A 21. században az adatfeldolgozás az egyik legnagyobb kihívás, amelyhez komplex informatikai rendszerek kiépítése szükséges. Szegvári Gábor a folyamatok optimalizálásáról beszélt, a szakértelmükkel olyan szoftvereket fejlesztenek, amellyel az intézmények költséghatékonyságát tudják növelni. Az üzletág vezető szerint Békés megye fejlődéséhez a fiatalok megtartása rendkívül fontos. Szeretnék elérni azt, hogy az itt lévő szellemi tőke, akik ebből a régióból származnak, azok meg tudják találni a helyüket itt, és ne kelljen Budapestre, vagy ne agyisten másik európai országba menni a boldogulásukért. A Kodolányi Szabad Egyetem jövőre folytatódik, ahová a szervezők tematikus előadásokon várják az érdeklődőket.
Az őszi színházi esték utolsó előadását láthatta a közönség a Petőfi Művelődési Központban november 27-én. A Katona József Színház Család ellen nincs orvosság című két részes komédiája nagy sikert aratott. A kecskeméti Katona József Színház előadásának címszerepében a Jászai Mari díjas Cseke Péter érkezett Orosházára. Nagyon komoly próbát igényel egy ilyen vígjáték. Talán azt gondolnám, hogy azt mondanám szívesen, hogy ez a legmívesebb játékok egyik, hogy az nagyon pontos legyen, hogy az pont akkor forduljon el, hogy ne csináljon semmit, hogy olyan hangon mondja el. Tehát nagyon-nagyon érzékeny műfaj ez a bizonyos vígjáték műfaj. A londoni Szent Péter Kórház orvosi társalgójában játszódó komédiában egymást érik a viccesebbnél viccesebb fordulatok. Egy nagyon jelentős napnak a történetét dolgozza föl, ahol is az ideggyógyász főorvos egy konferencián egy nyitó beszédet fog tartani, itt kezdődik a darab, amire fölkészül, ahol Izlandtól Japánig egy csomó külföldi jelen van, és ez a beszéd gyakorlatilag feltételezi majd, hogy ő lesz az intézménynek a vezetője. Tehát egy nagyon idilli kezdése van a dolognak, izgalommal teli. Vasmacskákat nyelvottatni! Ez kitűnő! Végre kitűnő! És a tényleg nevetni fognak? A bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor az orvos egykori szeretője váratlanul megjelenik. Bejelenti, románcukból 18 éve született egy fiúk, aki szeretné megismerni az apját. Az orvos már annál kevésbé, hiszen felesége is a kórházban tartózkodik. És akkor ez nagyon sok bonyolult vicces szituációt von maga után. Én pedig ugye a feleség az azért lényeges szerep ebben a darabban, mert előlem kell mindig eltitkolni, én mindig gyanakszom, nekem valami mindig furcsa, és akkor el kell titkolni előlem, félni kell tőlem. Az őszi színházi estik utolsó előadását láthatta a közönség, mely méltó zárása volt a programsorozatnak. Az őszi bérletes rendezvénysorozatunk azt gondolom, hogy sikeresnek mondható. Több mint 200 bérletet adtunk el, és elég sok pozitív visszajelzést kaptunk. Megtudtuk, tavaszra is terveznek színházi esteket. Három előadást láthat majd a közönség, lesz komédia és komolyabb színdarab is. Hír összefoglalónk végén, lássuk még egyszer a legfontosabbakat röviden. Baleset, autó és traktor ütközött. Adventi naptár, kinyitották az első ablakot. Őszi színházi esték, vígjátékkal zárult a sorozat. Ez volt a Városi Televízió híradója december 1-én pénteken. Kedden már Andrea kolléganőm várja a kedves nézőket. Én munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További minden jót kívánok, a viszontlátásra!